Jó ideje forog már a köztudatban, hogy Szegeden épülni fog egy új nagybani piac. Mit lehet erről pontosan tudnunk? Nagyon sok információnk van róla, most már remélhetőleg nagyon sok ember fülébe jutott ez a hír, hogy mi nagybani piacot építünk. Itt a fórum sorozaton próbáljuk meg eljutatni a termelőkhöz is ezt közvetlen. Ez egy több mint 15 hektáros beruházás kereteiben fog megvalósulni a régi 5-ös, M43-as, M5-ös környékén a csomópontban, egy olyan stratégiai központú helyen, amit úgy gondolunk, hogy mind a termelők, gazdák, mind pedig a kereskedők számára egy olyan lehetőséget fog biztosítani, ami mindenképpen most már az elmúlt időszakban szükségessé vált, és egy olyan hatékonyan működő piacot tudunk létrehozni, ahol a termelők első kézből a vevők számára nagyon friss és nagyon gyors körforgású árucserét tudnak végrehajtani. Mikor fog ez várhatóan megnyitni, és milyen körülmények között fognak majd ott árulni esetleg az őstermelők, vagy egyáltalán a kereskedők, hogyan tudnak majd itt piacot teremteni? A várható nyitásunk május 1-e, úgy tűnik ezt tartani is fogjuk, hál' Istennek az építőipar megfelelő ütemben halad. 1500 darab úgynevezett árusító helyet, árusító egységet hozunk létre ez a külső téren. Ugyanakkor mindegyik árusító hely felett tetőszerkezet fogja biztosítani azt, hogy az időjárás viszontagságainak ez abszolút ne legyen kitéve. Ezen kívül ez a tetőszerkezet még lehetővé teszi azt is, hogy minden egyes árusítóhely külön megvilágítást fog kapni, tehát mind az 1500 hely külön testekkel, ez több mint 5000 lámpa testet jelent, amit ki fogunk helyezni. Ezek mellett, az árusítóhelyek mellett egy 12.000 négyzetméteres csarnok az, ami a rendelkezésre áll. Ebben a csarnokban mindenféle, mind a termelők, mind pedig a vásárlók számára egy teljes szortimentet szeretnénk különböző kereskedőkkel, agrárboltokkal, mezőgazdasági növényvédőszerek, öntözéstechnika, fűszerek, tehát minden olyan dolgot szeretnénk volna bele összeválogatni, ami egy ilyen piac működésének a szempontjából egy elengedhetetlen kelléke. Ezen kívül az egységek, a piacon található egységek, egy nagyon nagy 9x3,3 méter az a legkisebb olyan árusító hely, ami mindenki számára elérhető lesz, ennél kisebben senki nem fog helyet kapni, és ráadásul az elfoglalható helyek száma az autók számának, illetve az autók hosszának a növekedésével változni fog, tehát így elbírjuk írni azt, hogy az útra nem fog senki belógni, elég helye lesz mindenkinek, úgyhogy azt a forgalmi káoszt, ami általában egy ilyen piacon kiszokott alakulni, azt megpróbáljuk ezen a módon elkerülni, illetve 9 méter széles, háromsávos közlekedő utcák biztosítják a sorok között ugyanezt az akadálytalan forgalmat. Még egy nagyon kardinális kérdés, hogy milyen nyitvatartással fog majd működni? Esetleg éjjel-nappal, vagy lesz egy konkrét nyitvatartása? Nagyon sok termelőt, kereskedőt megkérdeztünk erről a témáról. Egy ilyen közös megállapodás, illetve közös hang az, ami azt mondja, hogy az éjjel-nappali nyitvatartás senki számára nem kedvező. Mivel elegendő helyünk lesz a piac területén, tehát nagyon minden termelő be fog férni erre a piacra, ezért semmiképpen nem szeretnénk fix nyitvatartást. Az, ami egy nyári időszakra most kirajzolódni látszik azokból a közvéleménykutatásokból, különböző termelői kérdőívekből, amiket összeszedtünk, az látszik kirajzolódni, hogy egy ilyen késő délutáni piacnyitás az, ami megfelelő, mert így a termelők a reggeli órákban az árut összekészítve, a friss árut el tudják juttatni a piacra, és a különböző országrészekből érkező vásárlók, kereskedők az aznapi friss árut már az ő éjszakai piacnyitásukra el tudják juttatni a megfelelő ugye, közigazgatási helyekre, illetve a boltosok ugyanúgy szinte friss árut másnap reggel a polcokra tudnak rakni. Így nagyon sokat, nagyon, tehát gyakorlatilag egy napot nyerünk azzal, hogy egy nappal frissebb áru kerülhet ki így a boltokra a végfelhasználók számára.